ısınmış işte. Ami segítségünk és adventünk megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, a Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól és a Fiú Jézus Krisztustól, aki adta önmagát, ami bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, ami Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. 153. számú énekelső két verszakával itt van Isten köztünk, jeltek őt imád. Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké.
Mária Erzsébettel maradt 3 hónapig, azután visszatért otthonába. A kegyelem Istenet, hogy áldottá az igéjét, hogy Istenek beszéd alakozzék bennünk gazdagon, mi pedig sok áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére, miért imádkozunk. Úristen, örökké való és mindenható Atyánk, ime egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, gónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseket. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot magunkban. Mint az általunk bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk. Kárhoztatjuk magunkat és bűneinket. Mi az bűnbánattal kérve, hogy te kegyelmed jöjjön segítségünk mindenki. Alázattal kérünk szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra a szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk terelje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek terülte. Vallomást teszünk azért a szín előtt, hogy egyszülött fiadba, ha mi úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén akarjuk, hogy hit által részeseivé lehetünk, a te bennek kijelentett kegyelmednek, mert add meg nekünk itt és az öki valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása, hitünkről szóló bizonyság tételünk után halljuk meg Isten kegyelmes választást az ő igéjéből, amitől így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten a 181-es éneket énekeljük végig. Jöjj népek megváltója, így kiír a föld lakója.
felfogni, aligha tudjuk, hogy mit hagytál ott, amikor eljöttél erre a világra. Nem tudjuk, hogy milyen az a mennyei dicsőség, amelyről lemondtál azért, hogy végigéld a földi ember életét, hogy megismert közelről saját élményként a kísértést, a szenvedést, a magányt és sok minden mást, ami együtt jár a mi emberi életünkkel. Köszönjük, hogy ezt megtetted, és kérünk, hogy jöjj ismét közel. Jöjj a te lelked által, jöjj a te igédben, és érints meg minket. Te látod, Urunk, a mi próbálkozásainkat, törekvésünket, hogy te fogadásodra valamennyire felkészítsük a templomunkat, a mi környezetünket, annyiféle díszítés történik, annyi mindenre törekszünk, hogy szebbé váljon ebben az időszakban a világ és az életterünk. Köszönjük, Urunk, hogy arra figyelmeztetsz, hogy te nem a környezetre vagy elsősorban kíváncsi, hanem ránk. Hogy azt várod, azt kéred tőlünk, hogy a szívünket nyissuk meg, hogy vállaljuk fel őket, hogy megszólíthatóvá tegyük a mi lelkünket, szellemünket, hogy úgy fogadjunk be téged, hogy vállaljuk azt, ami belül van, és vállaljuk azt, hogy mi nem odavaló, azt kitakarítjuk, azt átadjuk neked, hogy te ott legyél, vendég, király, házigazda helyzettől függően, ott mutasd meg a te hatalmadat, és ott tapasztaljuk meg a te erődet, szeretetedet, jóságodat. Így kérünk, hogy lélekben találkozást most veled. Hát, hogy a készülődés ennek a jegyében teljen és erről szóljon, hogy mi együtt akarunk lenni veled, mint királlyal, veled, mint gyermekkel, veled, mint megváltóval, szabadítóval. És te tudod, hogy mitől kell minket megszabadítsál, kérünk, szabaduljunk meg ezen a mai alkalmon is, hogy egyre inkább te legyél minden mindenekben, és így teljesedjen ki és teljesedjen be ünneplésünk. Áld meg együttlétünk, reálszerelésünk, Jézus Krisztus, hallgass meg minket most és mindörökké. Amen. 185. adventi énekünk első két versszakával készüljünk az ige hallgatására. 185. énekünk így kezdődik, ó jöjj, ó jöjj, imád.
mostani vasárnapon az Énekek éneke könyvéből olvasom a második rész 8. versétől a 13. versét. Hogy miképpen szól Isten hozzánk az Énekek éneke könyvének második részében, a 8. és következő versében a 13. versét elolvasom, hallgassuk figyelemmel és alázattal. Szerelmesem hangját hallom, jön már, ugrálva a hegyeken, szögdelve a halmokon. Mert olyan szerelmesem, mint a gazella, mint a fiatal szarvas. Itt áll már falaink mellett, benéz az ablakon, betekint a ráncsozaton. Szerelmesem így szólított meg, kelj föl, kedvesem, szépségem, jöjj már. Nézd, vége van a télnek, elmúlt az esőzés, elment. Megjelentek a virágok a földön, itt az éneklés ideje, gerlebúgás hangzik földünkön. Érleli első gyümölcsét a fügefa is, a virágzó szőlők illatoznak. Kelj fel, szerelmesem, szépségem, jöjj már! Eddig tart a felelés. Fogalmazhatunk úgy is, hogy a karácsonyi készülődés célegyenesbe fordult. Már napok vannak csupán karácsonyig. És ilyenkor nagyon sokan végig gondolják újra és újra, hogy mi van még hátra, mit kell még megtennünk. Talán vannak, akik fel is írják maguknak, hogy ez még nincs meg, ezt még mi kell takarítani, ezt még meg kell vásárolni, ezt még elő kell készíteni, ezt meg kell főzni, és így tovább van minden lehet még ilyenkor, amiről úgy gondoljuk, hogy mindenképpen készen kell lennie karácsonyig. Mi hiányzik még, gondoljuk végig újra és leeltározunk magunkban. Az a kérdésem, hogy amikor ezek a végig gondolások, ezek a leeltározások készülnek, történnek, akkor vajon csak külső dolgokra, külsőségekre terjednek ki a leeltáraink, a figyelmünket az köti le, hogy a házban és a ház körül és a fa alatt és mindenhol máshol rendben legyenek a dolgok, vagy pedig szoktunk lelki hiánylistát írni, lelki leltárt készíteni. Mert így, ahogy a Lukács evangéliumából hallott igét elolvastam, az volt a fő kérdés magam számára, hogy vajon az ünnepi előkészületben megvan-e már, úgymond beszereztem-e már, gondoskodtam-e már arról, átélem-e már az örömöt és a szeretetet. Mert ez a két hangsúlyos, sok mindent lehetne még talán mondani, de ezt a kettőt emelem most ki, mint olyan jellemzőket, amelyek az első adventet, és még inkább az első karácsonyt igazán jellemezték, igazán erről volt nevezetes, ez volt a legfontosabb érzéseik és tapasztalataik egyike, hogy végre akár a nyájat őriző pásztorokként, akár a messziről jött bölcsekként, akár Máriaként, Józsefként, és sorolhatnám még a szereplőket, Simeon, Anna és a többiek, végre lehet örvendezni, végre közel kerülünk egymáshoz és Istenhez, végre tapasztaljuk, átéljük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, és amelyből valamit talán emberek társaink felé is meg tudunk mutatni. A találkozásban, ami Máriát és Erzsébetet összehozta, a beszélgetésben, a bizonyságtételben is ezeket fedezzük fel, az örömöt és a szeretetet. Így fogalmaznak mindketten, Mária és Erzsébet is, hogy újjong, újjong a magzat, a méhemben, mondja Erzsébet, újjongok az én Uram előtt, mondja Mária, és mi ez, ha nem öröm, ha nem olyan öröm, ami kicsordul, amit már nem lehet magunkba tartani, aminél nincs fennebb, nincs jobb, az újjongás, az örömnek a teljessége.
És ahogyan Istenről beszél, ahogyan elismeri az ő tetteit, az ő nagyságát, az ő gondoskodását, szeretetét, az mind a boldogságot sugározza, és erről az isteni szeretetről beszél. És hát ezzel a háttérrel, ezekkel a kérdésekkel, gondolatokkal közelítsünk most az énekek énekéből hallott íge felé, amely talán egy elsőre furcsának tűnik, ellede, hogy benne van a Bibliában, és még inkább, hogy karácsony előtt, advent végén olvassuk ezt fel, hiszen ez egy szerelmi ének. De hát pont ez a kérdés, hogy van-e ebből az Isten iránt érzett szeretetből, mondjuk most így szerelemből bennünk, amivel együtt jár az öröm, amivel együtt jár az újongás és sokféle talán új tapasztalat. Legyen tehát ez a szerelmi ének, ez az énekek énekéből hallott igeszakasz most adventi igévé, ami számunkra, és olvassuk ezt ilyen szívvel, ilyen szemmel, ilyen füllel hallgassuk. Ha így nézzük, akkor először is azt kell meglátnunk és meghallanunk belőle, hogy a várakozás öröme tölti jelenek a történetnek a szereplőit, a férfit és a nőt, a fiút és a lányt, ezt a szerelmes párt. Hadd olvassam újra, a szerelmesen hangját hallom, jön már ugrálva a hegyeken, szögdelve a halmokon. Szerelmesen így szólított meg, kelj fel, kedvesem, szépségem, jöjj már. És még megelőzve rittál már, falaik mellett benéz, ablakon, betekint a rácsozaton. Még nem látom, még nem tapasztaltam az ő itlétét, de nagy a várakozás bennem. És már ebben a várakozásban is öröm tölti el a szívemet, mert biztos, hogy jön, mert neki is fontos vagyok én, mint ahogy nekem is fontos ő, és be fog teljesedni az én várakozásom. És ezért még nincs itt ugyan, de én már is boldog vagyok, és már is örvendezek. És szinte látjuk magunk előtt a némelyek után személyesen, másoknál a filmből ismert jelenet, amikor a szerelmesek készülnek egymáshoz, és előveszi a lánya a különböző ruhákat a szekrényből, és oda próbálja magához, és nézi, hogy ez jó lesz, ebben illőképpen tudok találkozni vele, ezzel ebben fogadhatom, ám nem jó, veszek egy másikat, ez sem jó, és végén kiderül, hogy nincsen olyan ruha talán, vagy alig-alig találok, ami igazán méltó lenne ehhez a mostani helyzethez, ehhez az érzéshez, ami betölt engem. És akkor ott van az a várakozás, hogy már mindjárt itt van. Még ezt is meg kell csinálni, még azt is elő kell készíteni, és most már mindjárt be fog lépni. És nem kellene készületlenül találni, nem kellene csalódást okoznak neki. Valahogy úgy kellene rákészülni, hogy minden rendben legyen. Hiszen tudom, hogy ő is érdekelt irányomba, és tudom, hogy neki is fontos ez a találkozás. És a másik oldalon pedig ott van az a mindent leküzdő készülődés, hogyha lekésem a buszt, akkor megyek biciklivel, és a bicikli elromlik, akkor megyek gyalog, mert oda akarok élni, és találkozni akarok vele, és nem maradhatunk le erről, mert akkor ki tudja, mit gondol, és ki tudja, lesz-e következő alkalom. Igen, ez talán érthető, és ismerős, és nem idegen tőlünk, de vajon mik vannak-e ezek az érzések, amikor az adventet éljük, amikor Jézus érkezésére várunk. Vajon ott van-e bennünk ez a kérdés, hogy megvan-e minden, előkészültem-e, jól nézek-e ki, rendben van-e, minden a helyére került-e, mert nem kellene csalódást okozni neki. És vajon hiszem-e, tudom-e, hogy tényleg annyi mindent leküzdött azért, hogy kimutassa a szeretetét, és hogy mindent vállalt azért, hogy közel kerüljön hozzánk emberekhez, és hozzánk személyesen is, Jézus, hogy igazán nyilvánvaló az, hogy nem mindegy neki az, hogy jön vagy nem jön, hogy én milyen vagyok, mert rá kell erre készülni, mert fontos ez a találkozás, mert
hogy oda kell figyelni minden részletére, hogy úgymond tökéletesen sikerüljön ez a rendezvú, hogyha szabad ilyen nagyon hétköznapi vagy nagyon világi kifejezést használni. És nagyon átjön ebből az igéből az, hogy türelmetlenek vagyunk, hogy alig várunk azt, hogy létrejön a találkozás, hogy a férj, vagy a dőlegény, vagy ez az udvarló, ez nem is tud normális lépésekben jönni, azt mondja, ugrálva a hegyeken és szögdelve a halmokon, mint aki a felhők között jár, mint aki képtelen parancsolni magának, és magára erőltetni valami fajta polgári magatartást, hogy mégiscsak ne tűnjön ki annyira az ő érzése, az ő vágyakozása, az ő türelmetlensége. Igen, ott van ebben a történetben egyértelműen ez a türelmetlenség, ez a sietség, és a mégis mindennek készen kell lenni érzése. És akkor ott van az is, amit még olvasunk az igéből, szerelmesen hangját hallom. Lehet, hogy még nem is jött olyan közel, de én már is hallom az ő hangját. Én már is érzékelem azt, hogy mindjárt meg fog érkezni. És akkor eszünkbe juthat, hogyha adventi ígeként olvassuk ezt, akkor eszünkbe juthat az, hogy az én juhaim ismerik az én hangomat, és követni fognak engem. Én ismerem-e eléggé a Jézus hangját? Én tudom-e, hogy kire várok egyáltalán? Tudom-e, hogy milyen hangja van? Hogy hogyan lehet őt már messziről megismerni? Vajon ki tudom-e szűrni ezt a hangot a világ zajában is? Vajon megvan-e bennem az a belső készség, várakozás, hogy mindenképpen hallom a sok ezer hang közül is az ő hangját? Vajon nézek-e ki újra és újra várakozva és vágyakozva, hogy mikor jön már, hiszen hallom a hangját? Vajon felismerjük-e az ígében, a különböző bibliai részekben Isten hozzánk szóló hangját, üzenetét? Vajon nő-e bennünk a várakozás, hogy mikor jön már el, mikor jön létre a találkozás? Két fiatal nem tud másra gondolni, csak arra, hogy mindjárt egymáséjé lesznek, és lefoglalja az ő gondolatukat a másikkal a találkozásnak a várakozása és az élménye. És annak az előzetes öröme, hogy még nem teljesedett be, de már tudok örülni, már tele van a szívem. És ennek a fényében kérdezem magamtól is, és minden jelenlévőtől, vagy minket követőtől, hogy milyen az én várakozásom, milyen a te várakozásod, milyen ez az advent, milyen ez a kapcsolat, milyen ez a készülődés, vajon ott van-e még a beteljesülés előtt is a várakozásnak a reménye és az öröme. Nézzük meg a továbbiakban azt, hogy milyen urat várunk. Azt olvassuk itt az érkező szerelmesről. Itt áll már falaink mellett, benéz ablakon, betekint a rácsozaton. És aztán a későbbiekben is lehetne még idézni igéket, amik arról szólnak második gondolatként, hogy olyan az érkező kedves, az érkező legény, aki legyőzi az akadályokat. Átugrik a hegyeken is, mint ahogy a népdal mondja, hogy amíg az a hegy ott áll, amíg az a tó ott van, addig nem tudunk egymásé lenni, és azt a hegyet a zsebkendőnek a négy sarkában is elhordom, vagy azt a tüzet a könnyeimben is eloltom, vagy különböző megfogalmazásokban, hogy minden akadályt legyőzök. Mert nem lehet az, hogy ne találkozzunk, nem lehet az, hogy ne legyünk egymáséjé. Tehát vannak akadályok. Az ige így nevezi, hogy fal és rácsozat, ami egyelőre elválasztja a két fiatalt egymástól. Ez nem jelenti azt, hogy
nem tudna megközelíteni, hogy nem lenne ott egészen közel, hogy nem tudnám hallani a hangját, hogy ne hívja oda ki önmagához. Mert a szerelem sok mindent képes legyőzni. Luther Márton, amikor ezt az igét magyarázta, akkor szintén hangsúlyozta ezeknek a falaknak, a rácsoknak a meglétét. Mert annyi minden elválaszt ma minket Jézustól. Az életnek sok nehézsége és kihívása, és lehet sorolni mindenki a saját életéből, tapasztalatából. Lehet ez a sötétség, ami bennem van, ami körülvesz. Lehet ez a szenvedésnek a terhe, a nehézsége, a gyász, vagy a betegségnek a dolgai. Lehet, hogy kétségek gyötörnek, hogy mindenből építhetünk falakat, és hogy minden berácsozza a mi életünket. Lehet, hogy a bűneink, lehet, hogy a különböző bűntudat az életnek egyéb próbatételeiből épülnek ezek a falak. De mégis tudhatjuk, hogy ránk néz, hogy betekint a rácsokon, bevilágít már a mi sötétségünkbe, még ha a rácsokon keresztül is az ő fénye. Tulajdonképpen azt mondja Luther, hogy ilyenkor értékelődik fel a hitünk. Ilyenkor nem mindegy az, hogy megvan-e az a hit, ami túllát a láthatókon, amire olyankor van szükségünk, amikor más látunk és mást remélünk, hogy össze tudunk elkapcsolódni a hiten keresztül a most még falon túl levő megváltóval. Vajon látjuk-e úgymond a lelki szemeinkkel őt, aki kegyelemmel, szeretettel közelít, és aki ott van, egészen biztosan ott van, még akkor is, hogyha most nem tapasztalom eléggé, most még nem tudom átölelni, most még nem lettünk egymáséi, de ő ott van a falakon túl, az elfoglaltság falán túl, a terheltségnek a falán túl, a függőségeinknek a falain túl, és ami mindenen túl, ami bezár, ami fogva tart, ami behatárolja az életünket. Mindezeken a rácsokon és falakon túl valóságosan ott van a mi Urunk, és jönni akar, és ki akarja fejezni, mutatni a szeretetét. Testvérek, valóságos az ő jelenléte, és valóságosak a rácsok is. És itt van meg a falak. Itt van szükség igazán arra, amit így mond a világ is, hogy a szerelem mindent legyőz. Igen, erről szól az igének az utolsó része, hogy nézd, vége van a télnek, elmúlt az esőzés, elment, megjelentek a virágok a földön, itt az éneklés ideje, gerlebúgás hangzik a földünkön, érleli első gyümölcsét a fükefa és a virágzó szőlők illatoznak. Ezek a tavasz képei, így adventben. Mert hogy a szerelemhez valamiképpen a tavasznak a hangulata és a színnek illatvilága kapcsolódik a mi gondolatainkban és életünkben. És ha megnézzük a Jézusról szóló híradásokat, akkor megint csak azt látjuk, hogy egy veszőszál hajt ki a tavasznak a jele, hogy egy lepusztult, egy tönkrement gyökérből, egy hóval befedett vagy megfagyott világból egyszer csak kihajt egy veszőszál. Vagy hogy az adventi ének mondja, új rózsabimbó nyílt ki. Igen, ezek a, hát nem a tavasz első jelei, akkor talán hóvilágról kellene énekelni, de nem is a tavaszhoz akarja kötni, feltétlenül az advent Jézus érkezését, hanem az új élethez, az új reménységhez, ami ugyanakkor a tavasznak is a jellemzője. És van szó itt éneklésről,
ami megint nagyon szorosan hozzátartozik az adventünkhöz és a karácsonyunkhoz. És van szó új életről, egymásra találásról, közös boldogságról, és együtt megélt sokféle örömről, szeretet élményről. Így várhatjuk az ünnepet, így várhatjuk az érkező Jézust. Az a biztos tudattal, hogy velünk akar lenni, hogy képes áthidalni a távolságot, mint egy fellegeken járva közelíteni hozzánk, és képes félreállítani, lebontani falakat, és áttörni a rácsokat, hogyha mi igazán várjuk őt, ha mi igazán kérjük erre, ha mi válaszolunk az ő hívására, mert egyértelműen benne van többször is ez a hívás. Így olvastuk, kelj fel, kedvesem, szépségem, jöjj már! Kétszer is pontosan ebben a formában, benne van ebben a rövid ige szakaszban ez a hívás, ez a gondolat, hogy Jézus mindent megtett, mit teszünk mi, hogyan várjuk, ott van-e bennünk ez a szeretet, ez a várakozás, ez az öröm, hogy érkezik. Amikor valaki szerelmes, akkor az a legtöbb esetben meglátszik rajta, még a kívülállók is felfedezik annak a jeleit, hogy hát ezzel nem lehet beszélni ezzel az emberrel, most minden gondolata egy irányba terelődött, és a hétköznapi világ dolgára, amit teljesen másodrangúakká váltak. Vajon mit látnak rajtunk az emberek, vajon milyen a hívő ember adventje, Krisztus várása, vajon készen vagyunk-e, vajon próbálgatjuk-e lelkileg a mi ruháinkat, vajon le akarjuk-e vetni mindazt, ami szennyes, mindazt, ami nem odavaló, vajon próbálgatjuk el a kulcsot, hogy kinyíljon végre a zár, mert ott van, mert kopog, mert érkezik, mert elhozhatja életünkbe a virágzást, az új hajtást, a tavaszt. Isten adja, hogy így teljen meg életünk örömmel, szeretettel, boldogsággal, újongással, a várakozás örömével és a találkozás élményével és áldásával. Amen. 430. énekünket énekeljük. 430. ének kezdődik. Imádkozzatok és bizgón kérjetek. Mindhárom verszakában válaszoljunk a
Jézusunkra igaz az, amiről énekeltünk, hogy elfáradtunk-e világ zaján. Mert bár sokkal visszafogottabb az ünnepi előkészület talán, mint korábbi években, de mégis el lehet fáradni, vagy talán pont azért, mert külön rendelkezésekre és egyéb plusz dolgokra is figyelni kell, még az ünnepi előkészületeken kívül. Ettől még fáradtabbak vagyunk, és még inkább telünk kérdésekkel, nehézségekkel, gondokkal. Van, te látod, hogy van-e bennünk öröm, van-e bennünk szeretet, van-e bennünk várakozás és vágyakozás a te érkezésednek, a te fogadásodnak előkészületeivel, hogy állunk. Mert tudunk, köszönjük, hogy emlékeztetsz erre, ez adja meg a lényegét ennek a mostani időszaknak, hogy rád várhatunk, hogy nálad zörgethetünk és hallgathatjuk a te érkezésednek jeleit, az zörgetésnek a hangját. Amikor kihívsz, amikor behívsz, amikor találkozni lehet veled. Uram, te létbe hozzuk a falainkat, a rácsainkat. Előtted őszintén szeretnénk beszélni mindarról, ami elválaszt tőled, ami behatárolja és nehezíti az életünket, amit mi úgy érzékelünk, hogy nem lehet vele semmit kezdeni, mert annyira kemény, annyira kemény anyagból van, és lezár lehetőségeket előlünk, hogy nincs mit tennünk. Köszönjük, hogy szerethetünk téged, és ezt találékonnyá tesz, mint ahogy te magad is a szeretetedből sok mindent megmutattál karácsonykor, és aztán végig földi életed során, nagypénteken, és húsvétkor, és ennyi mindenféle helyzetben, azelőtt is, és azóta is tapasztalja a hívő ember a te közelségedet és szeretetedet, a te győzelmedet, annak a jeleit és hatását. Köszönjük, hogy így fordulhatunk hozzád, és köszönjük, hogy érkezel, az, hogy legyünk készen, az, hogy törődjünk minden lelki, szellemi előkészülettel, és hívjunk téged újra és újra, és halljuk meg, amikor te hívsz. Töltsd be minket ez a lelkeddel, és ajándékozz meg az ünnep örömével, lényegével. Mi Atyánk, Jézus érdeméért kérünk, légy velünk, áld meg készülésünket, ünnepünket. Amen. Csendesedjünk el, és magunkban imádkozzunk. Állatod Istenek, meghallgatjuk egyet. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, mint a földben. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk érkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, az adventi negyedik gyertya meggyújtására a városi parkban is sor kerül, ami ismét 4-8-kor lehet észrevenni a városi gyertyagyújtó találkozáson és ünnepségen. És ha már városi programokkal kezdtem, akkor folytatom azzal, hogy szintén a város a művelődési központ szervezésében a következő hét estéin karácsonyváró programok lesznek fél 6-tól 6-ig a főtéren különböző fellépőkkel. A csütörtök estét például a református gyülekezetre bízták, de nyilván más estéken is szeretettel várnak érdeklődőket és jelenlevőket.
Nem is inkább részt lehet ezeket venni, mert a következő hét estén 6 órától bűnbánatig visszatiszteltek lesznek a templomban, tehát onnan egyből át lehet ide jönni. Hétfőtől péntekig tartanak ezek az előkészületi bűnbánati esték, amivel a karácsonyra készülünk. Ugyanis a életünket és megtartja Isten és bűneinket nem nézi, akkor szombaton, karácsony első napján terül meg számunkra az Úrasztal, és részesülhetünk az Úrvacsora ajándékával. Készülhetünk erre tehát a hét estéjén. Ezek közül nyilvánvalóan különleges a péntek este, amikor a gyermekek karácsonyi bizonságtétele is megtörténik, és szentesti alkalommal a gyerekeink verseit, illetve műsorát hallgathatjuk, illetve az megajándékozásuknak lehetünk részesei. Erre az ajándékozásokra is elfogadunk felajánlásukat és adományokat. Mai napon lehet még esetleg behozni a felajánlásokat az Együtt Egymásért program keretében az összegyűlt élelmiszer csomagokat holnap reggel fogjuk eljuttatni a szociális irodába, második alkalommal egy részt már átvittünk. Továbbra is meg lehet tekinteni a nagy hétre is talán alkalom, hogyha a készülődéseink mellett időt tudunk rá szakítani, meg lehet tekinteni Simó Ádám falagásaiból készült kiállítást is a imateremben. Az elmúlt ünnepre elkészült újság még mindig elvihető, ha van olyan, aki nem olvasta, akkor szeretett találni figyelni, de karácsonyra reménységünk szerint elkészül majd az új gyülekezeti újságunk. Naptár, kalendárium, vagyis könyvnaptár, illetve jövő évre szóló bibliaolvasó kalauz is kapható itt az iratterjesztési asztalnál, vagy pedig akár a lelkészi hivatalban is. Az árakat most nem sorolom, akit érdekel, az majd nyilván meg fogja tudni, nem változtak egyébként sem a naptárnak, sem egyéb kiadványnak az ára a tavalyhoz képest. Énekeljük a 462-es számú ének mindhárom verszakát, itt van szívem, neked adom. Amen.
adjon mindnyájunkra. Amen. Thank you.